Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Ha megrendeled az ingyenes hírlapot, ott minden hónapban van kedvezmény, egy jóslás asztrológiával együtt 6000 forintért. Azok a videók, amelyek személyes jóslásokat mutatnak, az nem ezen a csatornán jelenik meg, hanem van egy másik csatornám is, ahol feltöltöm ezeket a személyes jóslásokat. Ennek a neve, ennek a csatornának Meisterin des Kartenlegens. Vagy megkereshetsz a Facebook oldalon, ott is megjelennek ezek a személyes videók, megtalálsz vagy Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici ezen az oldalon, ami a Facebookot jelenti. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a fa. Ez jelentheti azt, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a lakhelye, ez lehet a hivatása, vagy lehet a párkapcsolat is, egy stabil párkapcsolat. Ha most ő indít valamit, akkor az gyümölcsözni fog, de mivel a fa lassan növekszik, itt kell még a türelem. Amit ez a fa még szimbolizál, a gyógyító erő. Lehet, hogy nem érzi jól magát, és kell ez a gyógyító hatás. Vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, mint például egy orvos, vagy gyógyász. Előfordulhat az is, hogy vannak itt ilyen tervek, ami a munkáját, a hivatását illeti. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Ő áll itt a középpontban, ő fog döntéseket hozni, és az is fontos most számára, hogy mások észrevegyék őt, hogy megkapja a megbecsülést, vagy az elismerést, vagy úgy érzi, hogy fontos lenne, hogy te odafigyelj rá. Mit fog tenni? Ez a koporsó utalhat régi témákra. Lehet, hogy most ezt megemlíti, mi volt a múltban. A koporsó le tud zárni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Ez lehet a munkahely, munkahelyi változás, az is lehet, hogy volt egy társ nője, azt most lezárta a kapcsolatot, vagy lehet, hogy van itt egy örökösödési ügy, és ezt elmondja majd neked, hogy hogyan állnak a dolgok. Mi fűz össze benneteket? Itt az élet utatokon megjelennek a kövek. Ezek akadályok, vagy félelmek, bizonytalanságok, vagy az is lehet, hogy mások teszik így az utatokba ezeket a köveket, ami megnehezíti a lépéseket. De szerencsére itt megjelenik a koporsó, és lezárja ezeket a nehézségeket, lezárja a félelmeket,
itt lesz majd egy új kezdet, kell még a türelem, mire itt valami gyümölcsözni fog, és hagyd azt, hogy ő irányítsa a dolgokat, amíg eltünteti a köveket az útból, és akkor lesz egy új irány, lesznek lehetőségek, és a koporsó jelentheti a te tartásodat, hogy légy visszahúzódó, várj arra, amíg ő döntéseket hoz, amíg ő közeledik hozzád, és akkor itt meg lesz a gyógyító erő. Lehet, hogy ez most betegíti őt, hogy itt vannak még nehézségek. Ezek a nehézségek jöhetnek a múltból, hiszen a koporsó régi témákat is jelent. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!